Majdnem 70%-kal nőtt az építőipari termelés volumene, ami így az első negyed évben közel 50%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Több mint 10%-kal lettek drágábbak az építőipari árak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Tolna megyében is szárnyal az építőipar, mondja Kocsmár István. Szekszárdon látszik, hogy lépten nyomon épülnek családi házak, sorházak, társasházak. A mi építésben, és ebben benne van az útépítéstől kezdve, csapadékvízvezető elvezetésig minden, én azt gondolom, hogy csúcsra járatásban az utolsó pár évben ennyi munka még nem volt a szakmában. A folyamatos munkaerő hiánnyal küzdő szektorban egyébként közel 10%-kal nőtt a dolgozók száma az első negyed évben. Az Aliszka Bau ZRT-nél is enyhültek a munkaerő gondok az elmúlt időszakban, ami döntően annak köszönhető, mondja Kocsmár István, hogy közel 50-80%-os béremelés volt a szektorban az elmúlt három évben, és külföldön is kevesebb lett a munka. Az elemzők további béremeléseket és az ágazat szárnyalását jelzik előre. Azt gondolom, hogy akkora nem lesz, mint tavaly, hiszen tavaly majdnem 100%-osan nőtt az építőipari termelés. Én olyan 20-50% között prognosztizálom. Kocsmár István azt mondja, az építőipar 2021 utáni időszaka nagyban függ attól, mennyi pénzt kap fejlesztésekre Magyarország az Európai Uniótól. Az összesítés szerint egyébként idén főként az új lakás átadási hullám fogja húzni az építőipart, mivel legalább 25 ezer lakás átadására számít a szektor országszerte. Nagy kérdés, hogy ez mennyiben érinti majd Tolna megyét. Több felmérés szerint a megye az országos lista végén kullog a projektek számát tekintve. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén az első három hónapban 100 lakás sem épült Tolnában. Szekszárdon egyébként tavaly 30 új lakásba költözhettek be a lakók. Úgy tudjuk, bár zajlanak építkezések a Tolnai megyeszékhelyen, idén sem lesz sokkal több.